Sziasztok! A következő élőhelyen két állat él egymás mellett. Mindkettő természetes élőhelye Ázsia keleti része. Az első az ázsiai vagy maláj tapír, amelyik az emlősök osztályának páros ujjupatások rendjébe, ezen belül a tapírfélék családjába tartozó faj. Családjából ez a legtermetesebb faj, és az egyetlen, amelyik nem Amerikában, hanem Dél-Kelet-Ázsiában is honos. Az ázsiai tapír rendszerint víz közelében él, Myanmar, Tajföld, Malajzia és Szumátra sűrű esőerdeiben. Megerősítetlen beszámolók szerint néhány egyede élhet még Kambodzsában és Borneo szigetén is. Ezek az egyedek az egykor jóval nagyobb elterjedési terület maradványpopulációi lehetnek. Korábban Kína déli részén is éltek. Mivel ezeknek a helyeknek a többségéről már több száz éve kipusztult, nem eldöntött kérdés, hogy kiirtották-e onnan a fajt, vagy az elterjedési területe természetes okokból szűkült be. Az állat hossza 180-250 cm között van. Farka rövid, 5-10 centi, magassága 90-110 centi, és súlya 250-től 540 kilóig terjed. Valóban nagy. A nőstény általában nagyobb, mint a hím. A tapírteste zömök és vaskos. Feje keskeny, ami ideális az erdősűrűjében való közlekedéshez. Bőre vastag, alig borítja szőr. Az állat testének előső és hátsó része fekete, középen fehér. A körülbelül 17 cm hosszú ormánya nagyon érzékeny és mozgatható, ágak megragadására és levelek letépésére is alkalmas. Patás lába van, a hátsókon három, a mellsőkön négy ujjal. A negyediket csak puha talajon használja az állat. Ezt a fajt könnyű megkülönböztetni rokonaitól a hátán és az oldalán található nagy fehér folt miatt. Ettől eltekintve teste és feje teljesen fekete, kivéve a fehér fülhegyeket. A tapírok meglehetősen gyorsan tudnak futni, 48 km-es óránkénti végsebességgel. Mint minden tapírfaj, az ázsiai tapír is alapvetően éjszaka aktív. Napközben az aljnövényzet sűrűjében rejtőzik, és az est leszálltával indul táplálékszerző útjára. Ügyesen mászik fel meredek lejtőkön, ezen kívül jól és kitartóan úszik, sőt, olykor le is bukik a víz alá. Az ázsiai tapír magányos lény, ha találkozik fajtársaival, igen agresszív tud lenni. Az aljnövényzet növényeit vizeletével megjelöli, és így alakítja ki territóriumát, ahonnan elül minden más tapírt. Növényevő, táplálék a fűfélékből, levelekből, rügyekből, apró ágakból, gyümölcsökből és vízi növényekből áll, pálmafák gyökereivel és hajtásaival is táplálkozik. A táplálék begyűjtése során igen ügyesen alkalmazza rövid ormányát. Az ivarérettséget 2-3 éves korban éri el. A párzási időszak nem kötött, a nőstény két havonta ivarzik. A vemhesség 390-403 napig tart, ennek végén egy utód születik, súlya közel 7 kg. A kis tapír pettyes és csíkos bondája 6-8 hónapon belül veszi fel a felnőtt állatok színezetét. A fiatal tapírkölyök az első pár napot egy biztonságos helyen tölti, ezután viszont mindenhová követi anyját annak táplálékszerző körútjai során. A vadonban várható élettartama 25 év, fogságban akár 30 év is lehet. A tapírok ragadozói közé tartoznak a krokodilok, a jaguárok, a tigrisek, a pumák és a vadmacskák. Kiderült, hogy a tapírok legközelebbi rokonai az orrszarvúak és a lovak. Mint dél-amerikai rokonainál, az ázsiai tapírnál is a fő veszélyeztető tényező az élőhelyét jelentő trópusi esőerdő nagy arányú írtása. A tapír kereskedelmi célú vadászata tilos. A vadászat már a jelentéktelen méretűre csökkent, annak ellenére, hogy a 20. század közepén a tapír hús elsősorban a tajföldi piacokon gyakori volt és kedvelt ételnek számított. A védelmi erőfeszítéseknek hála mára a tapírvadászatával felhagytak a helyi lakosok.
A száguldó járművek is jelentős veszélyt jelentenek számára, gyenge látása miatt. Az egzotikus házi állatok iránti kereslet is hatással van rá, mivel a tapírborjak aranyosak és imádnivalóak. A Természetvédelmi Világszövetség a veszélyeztetett kategóriába sorolja. A tudósok becslése szerint már csak 2500-3000 egyed maradt. A maláj tapírok világszerte megtalálhatóak az állatkertekben, ahol számukat kevesebb mint 200-ra becsülik. Térjünk át a másik állatunkra. Az ázsiai kiskarmú, vagy rövidkarmú, vagy tömpeújú, vagy törpevidra egy ragadozó faj, amely a menyétfélék családjába, ezen belül a vidraformák alcsaládjába tartozik. Az Amblonyx nem egyetlen faja. Ez a legkisebb vidrafaj. Közeli rokonságban áll az Aonyx nembe sorolt afrikai vidrafajokkal, egyes szerzők azonos nembe is sorolják azokkal. Az ázsiai kiskarmú vidra Dél-India, Banglades, Dél-Kína, Tajvan, Myanmar, Tajföld, Vietnám, Laos, Kambodzsa, Malajzia, Indonézia és a Fülöp-szigetek területén él. Tipikus élőhelyei a sekély vízrendszerek, medencék és állóvizek, a folyók egy méternél nem mélyebb szakaszai, édesvízi mocsarak, kanyargó folyók, mangroverdős területek, lassú folyású síkvidéki patakok környéke, melynek partját a kövek, sziklák és erdőségek uralják. Mesterséges élőhelyeken gátak, rizsföldek környékén is előfordul. Nem csak mérete alapján lehet könnyedén megkülönböztetni a többi vidrától, hanem kisebb karmai miatt is, amiről a faj a nevét kapta. A kisebb karmok által lábait könnyebben és ügyesebben használja a többieknél. Szőre barna, hasoldalon világosabb. Felső ajka, torka, álla és az arcrésznél a szőr általában szürkésfehér. Testfelépítése akár a többi vidránál a vízi életmódhoz alkalmazkodott. Hengeres, áramvonalas testfelépítés, hosszú lapított farok, úszóhártyák az ujjai között. Lábai és nyaka rövid. Hossza 40-60 cm között, farka 25-30 cm, súlya általában 1 és 5 kg között van. A kiskarmú vidrák fő tápláléka a különböző rákfélék, puha testűek és halak, de előfordul, hogy elejt békákat, kisemlősöket, kígyókat és rovarokat is. Melső mancsai érzékenyek és ügyesek. Így a kövek alól és az iszapból is képesek előkeríteni a zsákmányukat. Hátsó fogaik elég erősek a rákok és kagylók páncéljának kettéroppantására, de előfordul, hogy fortéihoz folyamodnak. A kagylókat kiteszik a meleg napra, így azok kinyílnak. A rizsföldeken szeretik a jelenlétét, ugyanis levadásza a rákokat, amik kártehetnének a rizsben. A vidrák alapvetően játékos, kíváncsi állatok. Amikor nem vadásznak, akkor füves területeken vagy vizek mentén játszanak a család többi tagjával. Kommunikációjuk elég fejlett, eddig 12 különböző hanghívását tudták megkülönböztetni. Tíz-tizenkét egyedből álló laza családi csoportokban él. Minden csoportban van egy szaporodó pár. A vidrapárok egymást egy életre választják, és együtt nevelik a kölyköket. A nőstény évente akár két almot is világra hozhat. A vemhességi idő 60-70 nap, ami után akár 6 kölyök is születhet. A kicsik 40 naposan nyitják ki a szemüket, és 7-9 hetesen úsznak először. Ezelőtt nem sokkal vesznek magukhoz először szilárd táplálékot.
Az ivarérettséget 7 éves koruk körül érik el. A fiatalok sokszor a szüleikkel maradnak és így alkotnak 10-12 fős csoportokat. A családban a nőstények a dominánsak, a hímek vadásznak élelem után a nőstények és a kölykök számára. A vidrák nagyon jól alkalmazkodtak a vízi életmódhoz. Az úszóhártyás láb is ezt mutatja. Rendkívül barátságos és játékos természetűek, és cukik. A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján sebezhető fajként szerepel. A populációja csökkenő tendenciát mutat. Mint a legtöbb faj esetében, nála is az élőhelyvesztés a legnagyobb veszélyeztető tényező. Kizsákmányolt élőhelyek, a környezetszennyezés. Köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted. Legyen szép napod!